Az Egyesült Államok sem ismeri el azt a nemzetközi büntetőbíróságot, amelyik tegnap elfogató parancsot adott ki az orosz államfő ellen. Biden elnök ennek ellenére üdvözli a döntést. Moszkva szerint az elfogató parancs megalapozatlan és érvénytelen. Putyin elnök szombaton az épp 9 éve Oroszország részévé tett Krímbe utazott. Eközben Kelet-Ukrajnában változatlan hevességgel tombolnak a harcok az ukrán és az orosz csapatok között. Előre be nem jelentett látogatást tett szombaton Szevasztopolban az orosz elnök. A Krím-félszigetet ugyanis Oroszország éppen 9 éve nyilvánította a saját területének. Vlagyimir Putyint a képek tanúsága szerint a legkevésbé sem zavarta, hogy elvileg nemzetközi elfogató parancs van vele szemben érvényben. Az orosz álláspont szerint ugyanis el sem hagyta országa határát. A Nemzetközi Büntetőbíróság pénteken kiadott elfogató parancsának a Kreml szóvivője szerint egyébként sem tulajdonítanak jelentőséget. Már maga a kérdés felmerülése is elfogadhatatlan és felháborító. Oroszország sok más országhoz hasonlóan nem ismeri el ezt a joghatóságot. Ebből fakadóan az ehhez hasonló döntések üresek és érvénytelenek. Semmilyen jelentőséggel nem bírnak, jelentette ki Dmitrij Peszkov. A hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság nevű intézmény szerint az orosz elnök ukrajnai gyermekek Oroszországba deportálásáért felelős, ezért indítanak ellene, valamint egyik beosztottja ellen eljárást. A testület azonban nem azonos az ENSZ égisze alatt működő nemzetközi bírósággal, annál ugyanis sokkal korlátozottabb joghatósággal rendelkezik. Nem csak Oroszország, hanem például Kína, Izrael és az Egyesült Államok sem tekinti magára nézve kötelezőnek a döntéseit. Ezt az amerikai elnök is elismerte. A testület nemzetközileg nem elfogadott, többek között általunk sem. Ettől függetlenül előremutatónak és megalapozottnak tartom a döntést, fogalmazott Joe Biden. Az ENSZ illetékese nem is kommentálta a döntést. Ahogy azt már többször elmondtuk, a Nemzetközi Büntetőbíróság tevékenysége nem tartozik a hatáskörünkbe. Egy független szervezetről van szó, ezért nem véleményezzük a döntéseiket, fogalmazott az ENSZ főtitkár szóvivője. Ahogy az várható volt, az ukrán elnök üdvözölte a határozatot. Történelmi jelentőségű döntésről van szó. A terrorista orosz államfeje háborús bűncselekmény gyanúsítottjává vált. Az ukrán rendfenntartók már több mint 16 ezer esetet regisztráltak, ahol ukrán gyermekeket deportáltak Oroszországba, de a valós szám ennél jóval magasabb is lehet. Fogalmazott Volodymyr Zelenszky, aki szerint a tömeges gyermekrablások az orosz elnök utasítása nélkül nem történhettek volna meg. Kelet-Ukrajnában eközben változatlan hevességgel tombolnak a harcok az ukrán és az orosz csapatok között. A Donyeck megyei Avdivka városában pénteken egy orosz rakéta csapódott egy tömbházba. A részben összedőlt épület mellett álló ukrán katonák az érkező lövedékek hangjára a földre vetették magukat. Az egykor 25 ezeres településnek mára már csak 2000 lakosa maradt, és ők is el akarják hagyni a várost. Az oroszok szerint ők továbbra sem támadnak civilek által lakott területeket. Ugyanakkor állításaik szerint egyre nagyobb hatékonysággal iktatják ki az ukránoknak küldött nyugati harci eszközöket.